Köszönet jár minden csepp véredért, köszönet jár a megmentett életért, köszönet jár, de mégse azért tegyed. Adj új esélyt vele, egy élhető életet. Egerben közel 20 éve hirdették meg először a középiskolás diákvéradást. A Magyar Vöröskereszt területi szervezete által rendezett verseny lényege, hogy felhívják a fiatalok figyelmét a segítségnyújtás fontosságára, hangzott el az idei eredményhirdetőn. Hol kezdhetjük el ezt a nemes és jó cselekedetet a középiskolába? Aki betöltötte a 18. életévet, ugye az már adhat vért. Ha itt megragadjuk a fiatalokat és biztatjuk, és bemutatjuk, hogy tulajdonképpen ez a 20 perc nem egy olyan nagy bonyodalom, és három embernek az életét mentjük ebből, hogy véradóvá válok, ezt a felsőoktatási intézetekben, valamint a munkahelyeken is tudjuk folytatni. Hozzátette, a vérrelátó szolgálat dolgozói a tanében 9 oktatási intézményben tartottak diákvéradást ősszel és tavasszal, melyeken összesen 538 fő vett részt. Az eseményen Farkas Attila alpolgármester a társadalmi felelősségvállalás fontosságára hívta fel a figyelmet, dr. Palotai Zsuzsanna, a Magyar Vöröskereszt EGRI területi szervezetének elnöke pedig arra, hogy az igazi nyertesek azok, akik a vért kapják. Idén a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnáziumban volt arányosan a legtöbb véradó. Így ez az intézmény vihette magával egy évre a vándorvércsepp figurát. Édesapám 150-szeres véradó volt, és amikor megszületett az első fiam, akkor szerettem volna vért adni, de olyan vérszegény voltam, hogy nem sikerült, és ezért úgy gondoltam, hogy ha már én nem, akkor megpróbálok az iskolában véradást szervezni. Azóta természetesen én is rendszeres véradó lettem, és minden évben kétszer, tavasszal és ősszel szervezzük a véradást a 18 évet betöltött diákjaink számára, illetve a kollégáinknak. A második helyezett az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola, míg a harmadik az EGRI Szilágyi Erzsébet Gimnázium lett.